Négy évet ült fegyházban piramis játékért Magyar Péter barátnőjének édesanyja, erről ír a Metropol. A lap úgy értesült, hogy Sájár Mária Judit egy bűnbanda tagjaként 1200 embert vert át úgy, hogy kicsalta a pénzüket, sőt bankpapírokat is hamisított. A lap szerint a károsultak többsége nyugdíjas volt. Magyar Péter EP hetedik helyén pedig egy olyan jelölt szerepel, aki agymosotnak tartja a magyarokat. A témát Imre Balázs folytatja. Köszöntöm ismét a nézőket, és köszönjük szépen Zsanettnek a szót valóban politikai elemzéssel kezdjük a mai beszélgetés sorozatunkat. Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője ül itt velem szemben. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hallhattuk a felvezetőben, hogy valóban a Metropolban ma megjelent a sajtóban, hogy, hogy fogalmaznak 1200 embert vertát, át, kicsalta a pénzüket, bankpapírokat, hamisított Magyar Péter gazdasági vezetője, és állítólag ő irányítja ugye Magyar Péter titkárságát is, írja a Metropol, tehát rá hivatkozunk. Uh, állítólag ugye a legsúlyosabb büntetésvégrehajtási intézetben, amely annak számít, ugye fegyházban volt ez a, ez a, hölgy, Magyar Péter barátnőjének az édesanyjáról van szó. Magyar Péter egyébként egy hosszabb posztban cáfolta a dolgot, hogy bármilyen posztot, mármint hogy bármilyen posztot betöltene ez a hölgy az ő pártjában, azt viszont nem, hogy valóban volt fegyházban. Van-e, lehet-e hatással Magyar Péterre és az ő politikai közösségére ez az ügyön, hogy látja? Hát, hogyha egy mondatot kellene mondani, akkor azt lehet mondani, hogy Magyar Péternek lefőtt a kávé. Én azt gondolom, hogy az elmúlt hetek pontosan azt bizonyítják, hogy eltűnt Magyar Péter körül az a fajta az a minimális, racionális politikai építkezés, ami korábban e, csírájában azért tetten volt az ő építkezése kapcsán, most jutott el egy olyan pontra, amikor már tényleg tarthatatlan a helyzet, Tehát, amikor e, templomból kijövő emberekkel kiabál, amikor e, arról van szó, hogy az egyik fontos kulcspozíciót e, betöltő embere, e, emberéről kiderül az, hogy e, gyakorlatilag 1200 embert becsaptak, emiatt börtönben ült, illetve hát olyan EP képviselőket alkalmaz, vagy jelölteket. jelölteket, állítanak, akik a magyarokat hát minősítetetlen módon becsmérlik, akkor én azt gondolom, hogy ez napnál világosabban látszik, hogy csak olyanok állnak magyar Péter mögé, akiknek valamilyen okból érdekük fűződik ahhoz, hogy Magyar Péter támogassák. És ez a legsúlyosabb része egyébként, hogyha mondjuk a politika tudományt megnézzük, ez a legsúlyosabb része, amikor valakit az motivál, hogy ebben pénzt, hatalmat és valami fajta, hát nem tudom, karrier lehetőséget lát, hogy úgy építkezik, hogy egy lényegében elítélt bűnözővel áll össze, aki letöltötte már ugyan a büntetését, de hát ettől még a tény az tény marad annak érdekében, hogy a saját hasznát, ami most ugye százalékokban, szavazatokban, majd mandátumokban lesz realizálható, Nos, tehát, hogy ezt minél jobban növelje és kiterjessze, tehát a hasznát próbálja gyakorlatilag más emberek becsapásán keresztül elérni. De azt lehet mondani, hogy összeér, ami összetartozik, hiszen az a metódus, amit a gazdasági igazgató csinált egy cégben, az embereknek a becsapása és az a módszer, ahogyan becsapták az embereket, ez gyakorlatilag összecseng azzal, amit Magyar Péter a saját politikai karrierje során csinál az elmúlt időszakban. Tehát azok a választók, akik Magyar Péterre fognak adott esetben szavazni azzal kell, hogy számoljanak, hogy Magyar Péter becsapja őket. Ezt láthatjuk egyébként minéles megszólalásában, hogy éppen annak ellenkezőjét teszi, mint amit mond. Van egy másik friss ügy, amiről ír a sajtó, ezt pedig már ön is említette, egy Kollár Kingáról van szó, aki ugye a Tiszapárt Magyar Péter pártjának epilistának a hetedik helyezetje. Két évvel ezelőtti kommentben ugye agymosottaknak nevezi a magyarokat, agymosott népnek nevezi, idézem szó szerint a Facebook alatti kommentelőnek következőket írta, sajnos, amíg az oktatás nem változik, addig mi is ugyanolyan agymosott nép maradunk, mint az oroszok, azért én nagyon hálás maradok az ukránoknak és velük együtt az amerikaiaknak is, hogy megállították az oroszokat, és így nem tudtak hozzánk könnyűszerrel bemasírozni, mert a magyar haderő nem tartotta volna fel őket. Ön hogy kommentálná ezt? Az Kulcs ezt momentum tettem. amit mondott a hölgy, megmondom miért, mert nem csak a magyarokat sértette meg, hanem az oroszokat is. Gyakorlatilag akivel valamilyen formán a hölgy nem ért egyet, teljesen mindegy, azt gondolom, hogy szabad világ világban mindenki elmondhatja ez ez az véleményét. Vélemény. Ez egy vélemény, de hogyha ő valakivel nem ért egyet, akár a magyarokkal, akár az oroszokkal, nincs jogalapja arra, hogy sértegesse a magyarságot, de én azt gondolom, hogy még az orosz embereket sem szabad sérteni azzal, hogy azt mondja rájuk, hogy agymosodtak azért, mert nem ért velük egyet. De ez a metódus, ez gyakorlatilag Magyar Péter esetében is tetten érhető. Tehát gyakorlatilag, hogyha Magyar Péterrel valaki nem ért egyet, vagy Magyar Péter nem ért egyet valakivel, valamilyen csoporttal, akkor elkezd is értegetni ezeket a csoportokat. Hát nézzük csak meg, amit a feleségével tett, az teljesen egyértelműen ennek a példája, hogy gyakorlatilag a, a, verbális inzultus, amit elkövetett vele szemben, illetve hogyha a templomból kijövő emberekkel azért kiabál, mert szerinte valaki ott a templomban helyet foglalt, akinek ő szerinte nem szabadott volna ott helyet foglalni. Tehát az egész történet úgy néz ki, hogy Magyar Péter akkor tudna megnyugodni, Hogyha valami fajta nem tudom, világigasságot szolgáltatnának neki. Erre viszont meg láthatjuk, hogy nincsen reális esély, éppen ezért az összes ilyen ügy se nem politikai, se nem rendészeti kérdés, hanem azt gondolom, hogy ez már sokkal inkább egy egészségügyi kérdés. Ennek az egész helyzetnek a kezelése, magyar Péter ebbe a kategóriába tartozik. Maradt még egy pici időnk visszatérve még. Kollár Kingához, ugye ő az Európai Bizottságban dolgozik egyébként, a gazdaság és pénzügyiekért felelős félgazgatóságon. Van ennek jelentősége abból a szempontból, hogy nevezhető-e nevezhet -e ő függetlennek? Mert hogy ugye azt köztudottan tudjuk, hogy a, a, az Európai Bizottsággal a magyar kormány nem ápol túl jó kapcsolatot, és azt is tudjuk, hogy néhány napja volt hír ez is, hogy egy másik jelöltje, Magyar Péternek EP euh, lista jelöltje pedig euh, ugye a rezsicsökkentés támadásával büszkekedett, aki szintén az Unióban dolgozik, az Európai Unióban dolgozik, szóval euh, hogy milyen a Magyar Péter körülvevő politikai euh, káderpolitika? Ön szerint? Magyar Péter körül összpontosulnak azok az erők és azok a szereplők, akik egyébként a brüsszeli politikával nagyjából egyet is értenek. Vélhetően, mert látjuk azt, hogy különböző elemek szintjén ugyanazt mondják, mint amit a brüsszeli politika mond, akár gender kérdésben, akár a háborúpártiság kérdésében, és ennek köszönhetően én azt gondolom, hogy Magyar Péter egy háborúpárti politikus, és ők körülötte összpontosulnak a, ezek a baloldali ö, személyiségek, akár szakpolitikusok, akár konkrét politikusok, és így ér össze gyakorlatilag az, ami összetartozik. Magyar Péter egy baloldali politikus, és most már kiderült az is, hogy ráadásul háborúpárti álláspontot képvisel. Pál Favi Milán volt a vendégünk, köszönöm szépen, hogy itt volt nálam. Köszönöm szépen.